Ez a januári bevezetés, ez csúszni fog. Tehát nem készült el a szoftveres oldal, ezért mindenképp egy később időpontban történne a bevezetése. Azt gondolom, hogy itt a kollégák majd elmondják részletesebben egy kicsit, hogy milyen készülékről van szó, milyen funkciókkal. Alapvetően azt szeretnénk, hogy ezeket a készülékeket egyrészt a kollégák mielőtt használni kell, megismerjék. Tehát nem azt gondolom, hogy most megkapják, ha és akkor holnaptól használni kell. Azon túl, hogy kezelési útmutatót kapnak hozzá, most egyeztetünk arról, hogy én kértem legalább egy hónapos egy ilyen gyakorlási lehetőség legyen kint, mindenki kapjon oktatást, és nem egy ilyen 30 fős oktatásra gondoltam, hanem relatíve kis csoportos oktatásra, ahol mindenki a kezébe tudja venni a telefont, használni tudja a telefont, ha kérdése van, akkor föl tudja tenni olyan szakembernek, aki tud erre válaszolni. Azt kértem még a kollégáktól, hogy lehetőség szerint készítsenek hozzá egy olyan rövid, egy, legfeljebb két oldalas kezelési útmutatót, ami vissza tudja vinni a dolgozót egy alap, a KH-hoz. Tehát megmondja azt, hogyha bármilyen szöveg van kiírva, nem tudja, hogy mi az, akkor ezt a gombot kell megnyomni, és akkor visszamegy egy alap képernyőhöz, ahol újra tudja kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy ezek nélkül ebbe a projektbe is igazából nem lehetne, hogy nem kell belevágni, úgyhogy ezt igyekszünk így előkészíteni. Többféle készülék közül kerültek ki a győztesek, illetve hát egyelőre még nincsen győztes, de most legutóbb a kezünkbe került egy ilyen készülék, amely eléggé lefedni az igényeket, amit a kocsivizsgálók felénk jeleztek. Ugye elméletileg minden olyan készülék, amit a szabadban használnak, por, ütés, és vízállónak és hőmérsékletállónak kéne, hogy legyen. Na most ez teljesen alkalmas ezekre. Ezen egy Gorilla Glass üveg van, ami eléggé törésbiztos. Hőmérsékletálló, cseppálló, porálló, mérsékelten, természetesen földhöz nem kell vágni, de mérsékelten ütésálló. Az akkumulátora, tehát lehet bővített akkumulátorral kérni, ugye, mert az is probléma volt, illetve hát felmerült kérdésként, hogy mennyire fogja bírni az akkumulátor. Szerintem egy alapfunkcióban ennek az akkumulátornak is bírnia kell, de természetesen mi jelezzük az informatika felé, hogy a kocsivizsgálóknak olyan készülékre lenne szüksége, amely legalább minimálisan 12-20 órát kibír egy töltéssel. Az egy egyen nagyobb akkumulátor lenne. Úgyhogy olyat szeretnénk. Volt az is kérdés, hogy a kocsivizsgálóknak miért nem jár mindenkinek automatikusan, mint a jegyvizsgálóknak. És ez igazság szerint ez úgy volt, hogy az elején a projekt indításakor volt egy döntés, hogy egy bizonyos mennyiségű készülékre lesz kapacitása a MÁV startnak. Ez a legnagyobb létszám, tehát az egy időben dolgozó legnagyobb kocsivizsgálói létszám, illetve plusz tartalékkészülékek lettek megállapítva. Tehát nem csak annyi készülék lesz, hogy ahány kocsivizsgáló éppen dolgozik, hanem elméletileg tartalékkészülékeknek is lenni kell. Ez jelezve volt ugye a beszerzés felé, illetve hát a beszerzést ugye az a informatika fogja végezni, hogy jelezve volt feléjük. A csoporton belüli telefonálás lehetősége mindenképp adott lesz. Tehát akkor ebben a csoporton belülibe akkor az összes lényegében startos, aki szolgálatban van, azzal elvileg tudunk beszélni, akár a jegyvizsgálóval, akár, mert ugye ilyeneket is mondtak oktatáson, hogy a jegyvizsgáló kollega, mit tudom én, Fehérvárról elindul a vonattal, és jelzi nekem a délibe, ha valami probléma van, hogy én föl tudjak készülni, hogy ha beír a vonat, meg tudjuk azt a problémát oldani. Ilyet mondtak oktatásról, hogy ezért kérdeztem, hogy esetleg még a mozdonyvezetővel is tudunk majd beszélni, mert azoknak egy másik rendszer. Bocsánat, hagyd szóljak bele, a MÁV ZRT rendel, tehát ír ki a MÁV starttal közösen ugye ez ügyben közbeszerzést, tehát nem csak a MÁV startra, szerintem a MÁV ZRT-re is közösen van a szerződés, tehát szerintem azok a számok mindenki benne lehet ebben a rendszerben, és ezeket lehet hívni, én úgy gondolom, mert ez egy közös
egy szerződésen alakuló, tehát szerintem még a pályavasút és a Start között is lehet ilyen kapcsolatot csinálni, mert semmi nem fog kerülni. Egyébként szerintem jelenleg is így van. Most is így van. Most is így van. Csak az új is így van. Tehát az új is így van. Lényegében mindent rögzítünk a telefonba. Egy kérdésem volna, hogy a 30-as előjelzési könyvben mindentől mi lesz? Most jelenleg még a szoftver ezt említettük, hogy ezt még nem tudja, tehát az előjelző funkciója nem papír. Tehát ez még csak a jövő. Tehát az, hogy kiváltani az előjelzési könyvet, az egyenlőre ugye nem alkalmas, nem képes. Tehát későbbiekben ugye ezt a hatóságjoggal is egyeztetni kell, hogy elfogadja-e, ha nem papír alapú dokumentálás, mert ezt nem olyan egyszerű megváltoztatni, hogy sokkal egy oldalú, hanem ténylegesen ezt jóvá kell, hogy... Elég soká lesz az az idő, amikor majd megszűnik a papír alapú munkavégzés, a dokumentálás úgymond. Kiváltja végül ez a telefon lényegében a bárcákat is talán, meg nem tudom, ez már ilyen fantasztikus ügynek hangzott, amit oktatták. Most ugye itt mindjárt mondtad, amikor a kollega említette a vonatvizsgálatot, hogy a telefonnal levő vonatvizsgálatot egyik ember végzi. Viszont a könyvet, vagyis a telefonban egy ember rögzíti. Viszont a könyvben mind a kettő írja. A jelen pillanatban még nem úgy működik, tehát még nem a vonatvizsgálatot fogod rögzíteni benne úgy, mint a 30-as könyvben. Itt a kocsit fogod rögzíteni, hogy megtörtént rajta, tehát hogy láttad a vonatfelvételhez. Az a későbbiek folyamán, ha majd a program fel fog állni, és úgy fog működni, akkor viszont valószínűleg már mind a kettő lesz, és meg lesz különböztet, vagy jobb oldal, bal oldal. Szerintem el kéne oda jutni, hogy a kocsi, hogyha két K2-es vizsgálat között bármiféle meghibásodás van, azt, hogy hiányosság van, ami mondjuk épp a közlekedést nem befolyásolja, ezt a kocsi vizsgálatot fölfogja, vagy fölveheti majd. És a műhelybe ezt egy ilyen csomagként kapja meg, hogy ez meg ez meg ez meg ez egyébként a vizsgálatokon kívül, amit el kell végezned, azt is meg kell csinálni. Tehát ide szeretnénk eljutni. Nyilván ez nem egy fél év, szerintem több is, mint egy év, de ide el lehet jutni ezzel. Ez a legnagyobb probléma, hogy most a telefonról beszélünk, és nagyon sok helyen rádiót nem tud biztosítani a munkáltató. A nevetség is, hogy egy fejpályú udvaron még a 19. századi módszerekkel adjuk a fékjelzéseket, mikor rádió kéne. Idén elindítottunk rádióbeszerzést, nem tudom, hogy jó néhány helyen, ha emlékszem, 8-10 helyre volt, de csak nem jutottuk a végére. Tehát nem lett meg a konkrét beszerzés. Egyrészt volt olyan hely, ahol rádiócseréket terveztünk, illetve volt olyan hely, ahol rádiókat szerettünk volna felépíteni. Ez folyamatban van, én azt gondolom, jövő év elején biztos, hogy tetenek be kell érni, mert az eljárás ki volt írva. Én mondom, mert ez is egy probléma, és már még fejlettebb dologról beszélünk. Persze, de mondom, tehát ezzel mi próbálunk ebbe előrelépni, csak ugye volt olyan hely, ahol most jelenleg nincs rádió, ott frekvenciaengedély, stb. Tehát ezekkel is ugye a MÁV-vájvasmitól is egyeztetünk el. A rádió az, ami ilyen tekintetben a műszaki életben, a közlekedés területén abszolút megbízhatónak mutatkozik. A vasútnál, hajózásnál, repülésnél, bárhol a mobiltelefon hasznos és hasznos, de a rádiót semmiképpen nem tartja hatóság kívánatosnak kiváltani. Más kérdés persze, hogy van nekik akkor a súlyuk, mert úgy tűnik, hogy nincs, mert hát különféle érdekcsoportokkal ők nem igazán tudják fölvenni a harcot, de meg kell tudjosszam veletek ezt az álláspontjukat, ha lehet, hogy nekik ezt sem akarják meg megírni. Mi is azt gondoljuk, hogy a rádió azért egy elsődleges információs kapcsolat, és a mobiltelefon persze az összes jósági fokával ezt kiegészíti. A technológiai időben ez a plusz feladat, ez meg fogja nyilvánulni. Mert például egy ilyen pályaudvaron, mint a keletiben, ahol 5-10 perc van egy vonat indulás előtt, mikor betolja. És ezek a plusz feladatok valahogy nyilván lesznek az alkalmakban. Ez természetesen, tehát amikor már lesz egy működő készülék kiadva,
le kell tesztelni élőben, hogy akkor megnézni, hogy ez milyen hatással van arra a technológia műveletre, és a szükségesek értelemszerűen a technológiát is úgy kell elkészíteni. A tesztelés igazából azt is nézi, hogy mennyi időt vesz igénybe ez a tevékenység. Tehát ez nem csupán azt jelenti, hogy a készüléket teszteljük, tehát meg kell néznünk azt, hogy hogyan hat ez mondjuk egy kocsivizsgálatnak, tehát a norma idejére mondjuk. Mellett mondom, olyan helyen lesz tesztelve a készülék, ahol ezt megengedi a technológia idő. Csak most egy kis állomást nem tudunk ráhúzni egy nagy állomásra. Én szerintem pont ott kéne, ahol a gondok fognak keletkezni, mert nem egy kis állomáson lesz gond belőle, hogy nem lesz idő fölvenni a vonatot, egy fél próba, vagy valami, ez pont egy fejpályaudvaron, vagy egy nagyforgalmi állomáson van ebből probléma, meg lesz probléma, ami nem fog kiderülni egy kis állomásnak a tesztelése során. El kell indulnunk, tehát a kezelését, az időszükségletét meg kell nézni. Tehát én nyilván el fogunk oda jutni, hogy elviszik olyan helyre, ahol szűk a norma idő. Persze. De ha gyerekbetegsége van valaminek, akkor azt nem biztos, hogy ott kell kezdenünk. Persze, elvisszük. Nincs még konkrét ütemterv arra, hogy hol kezdjük ezt meg, egyszerre hány telepármáson fogjuk csinálni. Ezt azt gondolom, megérkezik a készülék, meg fogjuk nézni, megérkezik a program, és akkor ezt elindítjuk. Tehát azt gondolom, hogy ugyanarról beszélünk, tehát nem szeretném kihagyni a nagy telep helyet, vagy fejpályaudvart, de a kicsit sem. Tehát ott a kicsin el tudjuk kezdeni, mert belefér, megnézhetjük, mennyi idő még válaszol mondjuk egy parancsra a telefon. Aztán utána, amikor már ezt tudjuk, kiküszöböltük a gyerekbetegségeit, mert biztos lesznek a programnak olyan funkciója, ami nem úgy működik. Tehát ezt nem szeretném egy éves helyzetbe bevinni, egy szűk norma idő közé. Itt szeretném megragadni az alkalmat, bár már a kocsivizsgáló tagozat is felvetette az övtáskát. Én is már 2011-ben akkori beszerzési osztálynak írtam a Kerecsényi úrnak, hogy egy övtáskát szeretnék. Hát azt most vagy pontrendszerből, vagy nem tudom, valami módon, hogyha meg lehetne oldani, és akkor ebbe az övtáskába elférne minden. Teszem fel, elférne ugye most a telefon, ragasztó elférne, bárcák elférnének. Mert például nyáron ugye a kocsivizsgáló pólóba dolgozik. A pólón meg nincsen, ugye? Erre pont tegnapi nap beszélgettünk erről, hogy mi lenne a jó megoldás. Ugye én azt gondolom, hogy talán az övtáska sem az igazi megoldás a telefonnak a tárolására. Egyéb esetben nyilván igaz lehet ez, megnézzük ennek a lehetőségét, de ugye egy ilyen karra rakható, tehát tulajdonképpen egy övszerű karra rakható, egy tokba behelyezhető verziót gondoltunk, ez a tegnapi ötletelésünk eredménye. Ugye pont az, hogy ne kelljen kiveszegetni adott esetben a zsebből, hiszen magát a készüléket az NFC kártyák leolvasására kell, majd arra is kell használni. És ugye azt, hogy most kiveszem, meg egyébként is a kezébe a kalapács, meg a lámpa, tehát így van, és akkor erre lehetőség. Tehát ezt mi most nyilván körbe fogjuk járni, hogy milyen konkrét megvalósítást tudnánk tenni, de ezt javasoljuk ötletként, ezt mi tovább szeretnénk vinni. Ezt úgy kell elképzelni, bocsánat, hogy kiegészítem, hogy gondolom, mindenki látta már azokat a sportolókat, akiknek a karján van ez a kis valamilyen szerkezet, és abba teszi bele ugye a szívmérőt, meg ilyeneket. Na, hogy ugyanilyet gondoltunk csuklóra. Abban lenne benne, vagy alkalom, ott lenne a készülő. Vannak olyan szolgált helyek, például a fűt is kezelnek. Tehát a csuklójára lesz ez a akármi telefon, vagy ennek még a tokja is, ráadásul ugye még a fűtésszerelőknek is, de egyszerűen nagy ott is kell használni. Tehát hogy fogja a fűtés kezelni, megőrkámmel? Hát egyszerűen nem fogja tudni fizikailag ezt végrehajtani. Akkor vagy leteszem, vagy zsebre teszem, vagy ráteszem a lépcsőre, de esetleg utas mozgás van, azok fejveszik, elviszik, kivállalja azért felelősséget. Ugye nem is a széthúzásról van szó, a vakmabozom, amikor visszateszem, mert a kezel is alig fér. Nem, hogyha egy ilyen akármelyik csuklószor is az ráesztébe. Ez csak egy ötlet volt részünkről, tegnap beszéltünk róla. Hát azért mondom, miért óckodtok az övtáskira? Végre volt a három, nem akarom még egyszer felsorolni, hogy miket kell bele. Nem óckodtam az övtáskától, férjét is másik, tehát én azt nem mondtam. Tehát egy olyan, ami tényleg tudnánk használni is. Tehát ugye a bálcáknak is ott van, újfajta bálcák, nemzetközi bálcáknak már más a mérete, mint a régi kis nőkös bálcáknak.
úgy nem akarom felsorolni, hogy miket mondott meg itt a kollega. Hát egy olyan övtárcát kell már végre valahára kitanálni, amiben bele tudom rakni, és azt tudom télen is, nyáron is hordani. Megvizsgáljuk. Akkor bocsánat, akkor a részletekről az övtáskal javasol. Így van. Személy szerint. Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Jó. És egy olyan helyet kialakítani benne, amiben el tudom rakni. Megnézzük ennek a lehetőségét. Azt szeretném, hogyha vannak ebben jelentős előrelépések, akkor hogyan találkozunk, beszéljünk róla, mert azt gondolom, hogy a változással szemben ellenállás leküzdésének az egyik legjobb módszere, hogyha megbeszéljük itt a kollégákkal egymás között, és akkor minden konfliktus nem létrez, pedig a rendszerek bevezetőt is használhatók lennek, és nem is hiszem, hogy technikai fejlődés útjához szeretnénk lépni, hanem csak ezt támogatni szeretnénk.